Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Hát a Keeper fogja a dinamitját, mint a fadarabot. Na, igen, kellene csinálni a dolgokat, ugye cobblestone-t készítjük, majd kellene fa az upgrade-eléshez. Igazából azon kívül már csak betonunk kell, és acél, de viszont acélra nem fogjuk betonunk, meg van annyi, mint a sár, szerintem. Viszont a beton keverőbe még rakhatnék is, azt hiszem, hogy mond cementem. Valamennyi, hát nem sok. Cement. Nem, azt hagyjuk is, engedjük el. Csináljuk meg az alagút a gyerekek, ugye, a bejáratot, amit ugye úgy terveztük, hogy robbantani fogunk különböző pozíciókba, mondjuk akkor megrobbantjuk itt először. Kifutunk? Nem tudok kifutni. Azt a betyáró isteneteket, öcsém. Azt a betyáró isteneteket. Mekkorát robbant ez, baze. De viszont jó, jó, jó a szituáció. Robbantunk meg egyet. Hoppá, szomjasak vagyunk, várjál. Robbantás! Itt középen. Futás! Móre! Jó vagyunk. Hoppá, itt mi volt? Jó, nagyon ne csapjuk szét a dolgokat. Robbantunk itt egyet. Futás! Sem. Na, mindjárt alakul, ugye a bejárat. Hehe. Keeper nem volt olyan hülye ebbe. Van még három. Hol van, ami még ilyen elmaradásos volt? Itt például van egy ilyen elmaradásos. Futás! Lol. Keeper az állat. Jó, mindjárt alakul a bejáratunk, de jó lesz Keepernek. Ide kellene egyébként még raknom ilyen izét, blokkot. Gondolkoztam, és akkor ide rádobni, és akkor arra vigye a robbalást el. Vagy alulra nagyon ne, de sikerült. Nem baj. Meg itt bejáratnál még egy robbantás ide vetve szerintem. Igen, ez a fablok szerintem ez nem nagyon véd. Mi meg a robbantástól a dolgokat. Öcsém, azért nem kis pajadom gyerekek. Ha, na mindjárt megvan a bejárat. LOL, hallod, ez tiszta hülye a Keeper, a baza. Ez nagyon tetszett, jó vagy gyerekek. Franco, hát akkor ássuk! Ja, nem sokára nappal, ez tök jó volt, nekem tetszett ez a... Meg ugye itt sebezte a blokkokat is, nem csak az, hogy ki... De valamelyiket ugye nem is ütöttek ide, be vannak sebezve. Ó, de jó! Na jó, bejáratot azért csináljuk. Szétrobbantottunk mindent. Itt már ugye úgy fogunk menni, hogy... 4-5 darab... Jaj, 5 darab blokkal megyünk végig. És akkor a falakat utána, azokat is ki kellene ácskálni, de jó lesz. Na, ez egész jó, egész jó. Tetszik a Keepernek. Tök jó. Így végig kellene menni. Hát még mindig sajnos éjszaka van, ugye meg szomjasak vagyunk. Atya, úristen, micsoda problémák. Ígyunk egy sört, az biztos, hogy jót tesz az evésztésügyileg, gyerekek. Nye. Nye, pa nye, máj. Az mit jelent? Ez valami orosz szöveg, nem? Nyepa nyemáj. Jó, gyerekek. Nagyon frankó. Az egész olyan, mint egy jó nagy hajó. Itt vannak ilyen lyukak, de ne foglalkozzunk vele. Itt a végigássa, mint a szar. Mindjárt kész lesz, mindjárt kész lesz, gyerekek, mindjárt kiérünk. Egyébként ez a robbantás tényleg nagyon hatékony. Csak néha már akkora lyukokat csap, hogy fölöslegesen nagyot. Inkább egy picit ássunk. Ha a gyerekek, most kezdtük 2 perc a videót, azt nem tudom hány perce. Azt már ilyen jó haladunk, úgyhogy nincs semmi gond. Lehet, hogy még kell csinálni blokkokat. És akkor az elektromosságra is rá fogunk menni. Úgy gyerekek, kell izé upgrade-elni bőven. Ugye csináltam, hogy készül, vagy 6000 darab ilyen cobblestone rock, úgyhogy nyomhatjuk meg ezerre. Nem is tudom, bazaj, az mi lesz az a... Hány XP-t fog kapni, az felupgrade-en azt az egész bejáratot. Mert úgy ezt mindenképpen fel akarom. Ezzel fogjuk kezdeni, itt minden estől.
Na, itt már nem mertem robbantani, mert itt már lehet balnak is lett volna a keeper, hogyha itt szétcsap mindent, amit már megépített. Ez nagyon adja. Ez nagyon adja, gyerekek. Na, haladjunk. Én is szomjas vagyok, itt egy sört, bazza ezt, hogy szomjas vagyok. Hát ne őrítsél meg, nincsen kávém, valami volt, nem? Ígyunk egy kávét, az... Cold resist, az biztos szükségünk van a sivatagban, ahol cold resistünk az helyén legyen. Figyelj, öt szélesen meg kell csinálni a izét, az alját. Ez az elsődleges direktíva. Figyelj, elmúlott a idő szomjúságon kávé, akkor ezek szerint azt is neveli? A szomjúság elleni csoda dolgot? Mi nevezik azt, amikor szomjúság ellen van? Nem jól laksz, hanem... Van olyan, hogy a jó lakás szinonimája csak szomjúságra? Mit gondoltak, nincs? Én vagyok ilyen, hogy ilyen gondolkodok, csak senki nem gondolkodott. Van olyan? Eltelek. Nem vagyok szomjas. Ez mi? Be vagyok rúgva, mi? Lol. Öcsém, nagyon fényárba úszik a feje keepernek, hogy látom. Hallod? Ferike szokta erre mondani, hogy elrúgtad a piros pöttyös labdát. Amikor ilyen hülyeségeket csinálok, hogy ilyen strádát így a föld alatt. Mert azért ez lehet, hogy egy kicsit azért erős. Ó, nagyon jó. Figyelj, el fog folyni még ez a blokk is. Csináltunk vagy 600-at már az utóbbi két részben, vagy többet. És simán. Simán lefogyasztjuk. Azért itt lehet kocsival izé bugbatni, nem? Kiugratok egy, felugratok a izére. A házikó tetejére, mint a szar. Anyád szemét. Ó, hát nagyon jó haladok. Ez a robbantás, ez nagyon sokat segített. Tök jó. Ezt fogom alkalmazni. A 4-es metrót, amikor építjük, na most már megint mi ezt gondoljátok, azok, aki nem nézi a részeket, azok nem tudják, hogy a 4-es metró az mi. A 4-es metró robbantott város közepén lévő bázisok már ott van. Aki nem nézi a sorozatot, az nem tudja. Tudja, hogy van egy városba egy... Milyen emelék? Vagy vegy már fel ezt a frémet, hát lopom én a fát. Oh yeah, madárka szálljon rája. Atta oda nem kell, ne pazoljál! Régen nem mutatta, hogy ide, hogy zöld, hogy leesik, vagy nem esik, nem emlékeztek rá, azt mindig az volt, hogy építettem ilyen dolgokat, azt összeburult. Figyelj, ja várjál, földémet fogja húzni. Ez itt semmi. Ez dupla földém lesz. Ugye az nem fog látszani, szóval ne aggódjunk. Kérem szépen. Elég, ha én aggódok, ti ne aggódjatok. Öcsém, ez nagyon brutál lesz. Valám, megvan az ajtó, benne az inventoriba. Ilyen megerősített acél, csapóajtó, csukóajtó, garázskapu, csoda dolog. Nem bírom ki, hogy ne csináljam ezeket a részeket. Most beállítottam basszus a izét az órát, visszaszámlálóra, hogy ne legyen több egy óránál, mert már megvadultok. Most 51 percnél tartunk, tehát 9 perccel vagy a videó. Tudja a keeper. Azért ezt megcsináltam volna, nem? Hogy a backend beállítom, hogy tudjuk, hogy mi hogy tartunk. Ezt akkor nem ilyen random egyik rész 30 perces, mert a keepernek az időérzéke eltolódik. A másik rész meg izét. És tudom, gondolkodok, tudjátok még, hogy a pizzát beraktam a hűtőbe. Láttam egy pizzát. Semmi extra, csak ilyen risztorente meg akarom csinálni. Majd a sütőbe, majd nincsen időm most semmire. Ezt azon gondolkodok, hogy beraktam a hűtőbe, vagy nem raktam be. Olyan feledékeny vagyok egyébként, én nekem azt utálom. Tényleg, az a legnagyobb bajom, hogy feledékeny vagyok. De nem tudom, néha már ijesztően feledékeny. Úristen, most egy csomó dolog eszembe jutott, hogy mit kellene megcsinálni. Holnap el ne felejtsem elvinni a Marlow helyre az adós papíromat, mert megülnek. Ó, azért már alakulunk, gyerekek, azért már alakulunk. Azért már készül a bunker, bunkere.
És itt végig ilyen lámpák lesznek, így felkapcsolódnak, ahogy mész, ilyen trappokra rámész, vagy ilyen trigger, ilyen nyomólapokra. És akkor, ahogy megy a paraszt kocsival, akkor így kapcsolódnak fel, tudod, mint a izé, mint a filmekbe. Végig lakom lámpába, volt ott föl lámpának a ideje. Sematikját megtanultuk, azt most már tudja a keeper, hogy kell megoldani. Hát itt sajnos kikövernem, benne a sötétbe. Bocsánat, érte. Ez ilyen. Itt nem mertem nagyon robbantani, mi? Jó, ilyen voltam. Robbantottam volna, jobban járok. És meg kolopa vagyok. Itt egy fél szintet már kaptam, csak azért, mert itt társam az alagutok, mint a bolond. Hát ezt nekiállok upgrade-elni, gyerekek, itt izé lesz. Szerintem felmegyek két szintet, hallod. Azt kell csinálni, a gyerekek, építesz, mint a barom, és itt upgrade-elet, komolyan. Több XP, mint egy zombi horda. Ezt figyeljétek meg, egy zombi horda egy ilyen szintet nyerek, itt kettőt tuti fogok. Ezeknek nem lehet kikapcsolni, hogy nem mutassa az idejét, a ikonját ezeknek a tureteknek ott. Nem idegesítőek. Na! Mindjárt padló meg lesz, ezt akkor már utána jobban látom. Legyen meg a padló. Hát egy augerért odaadnám a fél szemeteket, gyerekek. Ott egy cigány gyerek haverom az szoktam mondani, amikor hazudott, hogy ha vakuljál meg, ha hazudok. Nem azt mondta, hogy ő vakuljon meg, hanem te vakuljál. Vakuljál meg, ha hazudok. Mondom, micsoda jó. Hát ez biztos vagyok benne, nem hazudsz. De mindig röhögni szokott, úgyhogy így lehetett tudni, hogy ő ezt egy kicsit így poénra veszi, hát de jó van. Na várjál már. Egyébként azon gondolkozok, hogy még kell nekem ilyen széles alagút? Alagút, mert igazából lehetne ezt úgy is, hogy ezt így. Figyelj el, na. Ezen a verde befér? Dick. Nem biztos, hogy befér, mi? Azon gondolkozok, ez nem túl széles. Mi a szarnak csinálok? Mi a kamionnal akarok itt bemenni, vagy mivel? Verda szerintedek? Amúgy utána átalakítani azt a nagy, jó nagy szívás lenne, nem szomjasok vagyunk, fel kéne menni. 2:50 van gyerek, éjjel dolgozok. Ezt is ugye felupgrade-elni, baza, itt nekiállom mindent felupgrade-elni. Hallod, még egy... Nagyon durva lesz. Itt meg kopogatja, figyelj, hogy egy cobblestone, már csinált. 6000 darab pont be fog férni, egyre jó. Na, ígyunk, együnk, vagy mit tudom én. Egyébként nagyon nincsen álmitalom, meg semmi. Hallod, le vagyunk kizéve, le vagyunk szedálva. A sör az mit ad? Semmit, baza. Ez a nagy baj. Figyelj, meg kell innem a Murky Water, vagy mit tudom, Water 10-et ad. Most gondolkodok. Meg kell menni be az a izér. Ajajajajajajaj. Nincs izém. Hallod? Ez Water 24-et ad. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat ad. A Water, Moré, hát várjál, kellene csinálnom izé. Fusit. Elcsesztem a húsomat. Most jó lenne másra is, mi? Na mindegy, kell csinálni, mert megint éhesek leszünk, úgyhogy bocsánat, de elcseszi a keeper a pusit. Na jó, hát akkor ezért nem burki bogotát iszunk, hanem iszunk ilyet. Jó, kávét amúgy is kell kopogatni, mint az őrültek. Lépcsőház. Ja, hát nem kellene beférni az autóval, mi? Mondjuk ez az autópálya, amit ideépítik, ez lehet, hogy egy kicsit erősebb túlzás. Gondolkodok rajta, de... Nem tudom, meg milyen tudom, milyen széles az a rohadt autó. Nem tudom, milyen széles az autó. Tényleg nem tudom, most nagyon dilemmám van. Dilemmában vagyok, hogy mi legyen az a jémúré. Na most meg már éhes vagy. Hát az agyát falaga az. Hát mi? Iszok egy kávét, akkor fosnia kell, vagy mi? Az ilyen, le kell menni vécére utána. Na nézzük, mi az itt? Ugye itt azt beszéltük. Ez itt mi? Az jó, de jó az izé.
Az alsó téma. Ez szereti a keeper, mert nem olyan nehéz. Sokkal gyorsabb a halad. Ugye még dupla fölém vesz, hát nem tökölünk gyerekek. Úgyhogy erre készülni kell. Itt is ugye meg kell csinálni szépen. Úgy. Kezdjük is el a fölémet csinálni. Úgy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A faszod az. Hát mi hova rakod, már nem látod? Na. Legyen dupla földé, mert ne vicceljetek, atombukkere. Ne legyen itt kűjé. Kűjek, nem kűjbe legyen, hanem betonból legyenek a dolgok. Hát atomtámadás kibírni a bunker gyerekek. Itt tudjátok mit kellene egyébként? Egyébként ha leszórom a dinamitot, akkor így berobbantják egymást. Az például tök full lenne, hogyha a legutolsó részben majd csinálnánk egy olyat, hogy teleraknánk mit tudom, 1000 dinamittal az egész kócerájt, és akkor egy ilyen marom nagy robbanással. Mert izéránk. Berobbantanánk, érted? Hogyha a legutolsó rész, nem tudom, hogy ez mikor lesz, de az tök jó, nyilván. Na, egy se. Focsiga. Jó, van, küljem, az lesz bőve. Hogy de miért nem raktál? Miért nem el? Azért nem rövid ez a folyosó. Most ugye, ahogy lerakosgattam neked a blokkokat, tesó, ez nem rövid. Nem rövid, nem rövid. Na ezt viszont úgy kell megoldanunk, hogy a szféra az ugye íves lesz, tehát akkor ide három blokknyi kell középre, és akkor a következő az már ív lesz. Érted-e? Érted-e? Tehát akkor azt már nem kellett volna kikopogatnom sem, nem is kell kikopogatnom. Ugye meglátod, miről beszélek. A teteje megint ilyen izé, ilyen rompos lesz. Jaj, de jó. Na gyerekek! Köszönöm a kitartásotokat, hogy itt vagytok velem. Nem csak egyedül kell itt szemben, de jó, hátra döltem, kimegyek majdnem a kamerából. Tehát itt el van anyátlanodva. Ja, nappal elmegyünk majd fára várni, lehet, hogy kicsapom az összes fát. A, tudod hol. Na, kitörik a nyakad, keeper. Forduljál meg! Lehet, hogy kicsapom az összes fát. Gyerekek, mennyi időm van? Javítókészletem? Kettő. Hát, nem biztos, hogy elég lesz baza. Javító készlet hiány van, azt meg kell csinálnom, az meg kell duct tape, azt meg elhasználtam ide dinamitra. De Isten, mindig a kraftolási van. Ne vegyük majd egyet motorhoz. Figyelj, már le tudok jönni motorra ide, be tudok állni. Á, de jó! Ma tudom használni a garázsomat. Még egy kicsit kapogatom. Ezt ne vegyük motorra, szerünk fát. Nem akarom húzni az időt nagyon, mert mással, inkább csináljuk. Három. Ugye. Azért ez ma hülye gyerek. Mármint én magamra mondom. Hülye gyerek vagy. Ilyet kell építeni. És ez full elektromossággal megcsinálom, akkor azért büszke is lesz. De az biztos. Ah, már biztos. Mennyire van? 20 perc vagy a videó. Tök jó haladunk, komolyan mondom. Mennyit nyertünk? Egy csomót nyertünk egyébként, hogy robbantottam. Legközelebb többet kell robbantanom. Na, értem, hogy ez nem hülyeség. Szerintem.
Okay. Menjünk végig, ezt meglátjuk, hogy hol kell kijutni a kóv annyira. Ó, de jó. Itt nem kell. Itt volt sok robbantás, ugye? The Keeper bátor volt. Tényleg sok világító test kell. Mi az a folyosan lóra? Kocsival, bazza, vagy motorral? Nézd, mind az őrült le. Na. Nézd. Csapjad neki. Verjed neki. Sok a munka. Tököm ki van egyébként ezzel a rengeteg munkával. Mit kell ebben a játékban dolgozni? Az életemben, a valóságban nem csalkányolnék ennyit, az biztos. Ja, nem megy. Nem is tudom, életemben nem is csalkányoztam szerintem, komolyan. Csalkányt az csak akkor fogtam a kedemben, amikor megnéztem, mi a szar ez. Így élet, valóságban, nem tudom, ki szoktatok csalkányozni, gondolom nem annyira. Kapát azt adná inkább. Na most ütettem egyébként, nem vagyok egy nagy ideje, ilyen... botanikus, de képzeljétek, ültettem paradicsomot, de úgyhogy ilyen cserébe. Nem nagyon van olyan helyem, ahol most én is felássul a kertemet, arra gondoltam, mégis szeretnék, és akkor legyen cserébe, és ez tök fúz szerintem. Várja? Na, akkor kéne romb. Majd azt kellene csinálni, hogy akkor le kéne kopizni. Egyszerű. Úgy. Oh yeah! Na, valahogy így tervezte a képet. Na? Ugye? Ki van találva? Mennyire van kitalálva? Nagyon ki van találva. És akkor itt most már nem is kell kiástad. Egyébként lehetne izék is, lapokat, és akkor nem kellene ott végigásnom. Sőt, valószínű, hogy az is lesz. Az oldalára lapokat fogok rakni. Hát az, akinek hat anyja van, az ássa végig. És akkor gyakorlatilag kész is van. Meg is tud, el is végeztünk. Ott egy kicsit kell majd itt hátul nem annyira robbant ki. Volt olyan kirobbanó. Ja, majd a Neo de Nog, hülye. És akkor fel tudjuk upgrade-et. Na, ennek neki állok fel upgrade-elni, gyerekek. Hát tényleg, már most félek tőle, hogy mennyi XP-t kapok. Fog fogyni lassan a jó, ne? A block. Ja, ebben gondolkodtam, hogy ilyen legyen, így nézzen ki szerintem, ez itt tök jó. Ugye az ajtó olyan ugye, hogy nem tudok rakni, de itt nagyon imádom, már nagyon imádom ezt. Á, gyerekek, ez nagyon ott van. Nagyon ki van találva. Ezt imádom, nagyon jó. Nagyon-nagyon tetszik, gyerekek, nagyon-nagyon tetszik. Ezt a lukat lehet, hogy ki kell majd töltenem, nem? Már csak azért, hogy nehogy az legyen. Magyarul nem enged majd izét rakni. Lapot, de oda nem is kell raknom lapot, hiszen ott van már az. Sheet vagy mi? Vagy sheet vagy minek nevezik azt a jövőt? Lapot. Valami olyasmi, ugye? Ja, és itt... Jaj, várjál. Itt már viszont koppogatnom kell egy kicsit, nem olyan sokat. Itt két sort ki kell ütnem, szerintem. Úgyhogy készüljetek, gyerekek! Ja, már három sort kell kiütnem, mert a padlót is. Ó, te fiú! Na mindegy. Veressük neki. Majd mindjárt fölmegyünk enni is közben, meg ugye kell akkor nekem ide. Fa. Az valószínű upgrade-el is rengeteg fog fogyni. De tudom, hogy egy kicsit alapanyag padarlás. És ezt többször is írtátok, hogy csináljam másod, csinálják egyből másfajta blokkot, de nekem az XP is kell belőle. Jól én is nyomom. Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, hogy arra se vette volna meg. Egyébként lehet a kukorica krumplival kész van. Nyomjunk egy üzét. Kávét, most újabban annyi kávét iszok. Remélem a szívemnek nem fog megártani. Ezt meg megcsináljuk. És egy darab vasat nem találtam ebben a hosszú alagútban. Azt szerintem nem tudom, az hogyan működik. Mélyebben találhatóak ezek a derek?
Most öreg vagy, fú, random, és pont nem találtam egyet se. Nem mélyebben találtam, mert valamikor már a felszínen van, úgymond. Jó. Ezt itt meg le kell faragnom. Nincs. Ezt is le kell faragnom. Jó tágas egy alagút lett. Az gyerekek ezt berabantanám itt alul. Leszakadna az egész fölsőterem is. Ládástól, kapustól, bódorostól, mindenestől. Megsemmisíthető lehetne. Nya. Még akit fenn aztán, akkor lássuk, hogy mi a szituáció. Szerintem már csak egy sort kell, nem kettőt kell, mert a padlózatot is. És akkor olyan sheet vagy mi a szarra végigrakjuk. Nem oda, nem oda, nem oda, oda. Így képzeltük. Na, így képzeltük el. Így képzeltük el, de egyébként lehet, hogy ide is rakok egy ajtót. És akkor majd kettő darab ajtóval fogunk számolni. Jaj, bocs, hogy így lecsúszom, csak így el vagyok. El vagyok anyátlanodva, már tényleg már annyit ástunk, hogy utóbbi két részben csak kraftolunk, úgyhogy aki a kraftolási dolgokat szereti, az nem panaszkodhat a gyerekek. Na ebben a sorban ezt a kettőt ki kell várnám, aztán kész. Akkor kész vagyok, gyerekek, mondhatni. Azért már szerintem ti is elütök neki. Kifutok, azt lekopizom a kinti sheetet, vagy minek nevezik, és akkor azt le tudom szórni frankon, fel a falakra. És arra kell figyelni, hogy akkor falra nem fog tudni rakni semmit, mert azt hiszem egy blokkot elfoglal. De még oda nem tudsz rakni, ugye? De hát nem is akarok a falra, mennyezetre szeretnék majd pakolni lámpákat végig, és akkor ilyen a vezetéket úgy kell elhúzni, ugye ebbe a játékba, hogy gyakorlatilag látszik is. Egyébként a izének is rakhattam volna sheetet, ezek szerint valamint a padlónak is, nem? Ezt jobban kellene használnom, és akkor nem kellene mindig blokkkal szarakodnom. Igaz, hogy ugye a durability azt hiszem, hogy jóval kisebb, viszont nagyon kicsi helyet foglal, nem kell kiáskálnod a... Nem kell kiáskálnod plusz egy blokk mélységbe, meg még ráadásul. Hát most olyan helyen, ahol nem kell nagy védelem, akkor tök felesleges egy egész blokkot lepakolni, de hát jó van. Hát azért az nem volt gyenge ezt itt végigkapogatni, a gyerekek már azt sem vette volna meg. Na. És elvileg meg is vagyunk ám. Megcsináljuk a falra, és megint kell nekem... Csinálom frame-et. És megpróbáljuk, és izomból felupgrade-eljük majd az egészet. Ahova még befért, hogy... Ó, bassz, ez nagyon durva, gyerekek. Várjál már. Nincs nálam egy moci. Na, hogy nincs, akkor apám, hallod? Hallani? Gyerekek! Hallod? El kell menjünk fire! Hát ugye kéne, kell eszek egyet, azt elmegyünk fire, jó? Lehet, hogy elmegyünk az erdőhöz, már csak azért, mert az... De várjál, nem fogyott el nekem a idejem? Na, van itt üzemanyag, jó. Mit akartam enni? Tök jó hangja volt annak a szarnak, ahogy átmentem rajt. Hálózsáknak ilyen szalma hangja volt. Szalma helyek. Hát ilyen ezt 10 foodot ad, úgyhogy nem a legeresebb. Jó. Menjünk motorra. Megpróbáljuk kiugratok, akkor mi lesz. Oda néz, tesó. What? Azért az nagyon adja ezt a fa... Ezért majd kivágom minden. Ebben kivágjuk az erdőnket, szóval éhesek vagyunk, vagy nem, nedvesek vagyunk. Úgy, alatt bemenni, az tök frankó meg kijönni, nem? Tök jó. Kell egy csomó fa, gyorsan kivágok egy csomó fát. Jó lenne ez is, csak most nekem tényleg konkrét, komoly fák kellenének, minél több fa legyen. Ne azzal, nem megyünk rá a szénre. Majd fogunk, ne aggódjatok, de most egyelőre. Na, majd felett hús. Na.
Nem mondjátok. Ez az én erdő, mit csináltok? Aggancsoztok vagy? Az aggancsot nem ér el, hogy mi jönne az erdőnbű. Valószínűleg tényleg millió fok el. Na, a kaktuszt. Ez, amióta ezzel a játékkal játszom, a kaktuszba mindig beleütödök. Gyerünk. Akkor mennyi fát szedtem össze? 6000 darabot szerintetek. 10 kell egy izéhez, egy upgrade-eléshez. Van az 600 blokk. Ja. Na jó van, szerintem gyerekek, elég lesz. Ahogy ma. Hol a motorom? Mennyit szedtem? 8000 darabot összeszedtem meg, azt hiszem ott is volt horizsán. Vagyunk nem szedtem össze annyit, mert ugye izé... nálam volt szerintem, ami az összes. Szóval azért. Na, megnézzük, hogy lehet bejutni oda. Csak nem kell ezt összetörnem mindent még, mert ugye még csak frame-ek. Na mindjárt megpróbáljuk. Tök jó! Lett egy mély garázsom. Szerintem ennél jobb garázs struktúra nem is lehetett volna. Gondoltam először mellé, de az olyan snasz, nem úgy van egy garázskapu, hogy mind a rézei, mind a házakon, hanem belész alá, az ilyen nagyon fajn. Te hallod, ez nagyon ilyen keeper, ilyet kitalálni. Hát, ez nagyon brutális. Te fiú, ez nagyon jó. Nagyon jó. Most nem azért mondom, de ez nagyon adja ez az egész hangulatot, nem? Itt fel is upgrade-elem itt ezt a részt, és akkor majd le fogom rakni az ajtót. És 6 óra 34 van, mennyi idő van? Fél órája vagy rész kb. Na, itt történtek dolgok, ugye? Azt kellene csinálnom, hogy lekapizom, és akkor nagyon kapizzuk le ezért is a forgatási irányát. Nem ilyen volt? Nem ilyen volt, hanem másik fajta volt. Várjál? Ilyen volt? Nem ilyen volt. Ilyen volt? Milyen volt ma? Ilyen volt. Meg volt kocka. Meg volt sheet. Hogy mi a szar ez? Hát, hogy hülyeséget beszélek. A felorgatásit is. Hogy. És akkor a falra is ilyet gondoltam, érted? Na, hát nem. Ekkora király. És ezt lehetett volna padlóra, plafonra, és nem kell mindig kiásnom. Nem tudom, miért csinálom ezt, hogy mindig ezt a szart kiásom, de ezután, most hogyha újra nekiállnék, biztos, hogy nem ástam ki. 48, 47, mennyi kell ide? Jaj, nagy hülyeség volt, elég lett volna így leburkolni. Nézd, USB-vel. Kellene még készítenem, nem? Van 14 de... Még kell, kellene még, szerintem kellene egy 100, később is kellene fog, úgyhogy legyen. És tökéletes. Erre ugye nem tudsz semmit rakni, mivel ugye ezt a helyet foglalja el, ezt a blokk helyet. Szóval ide már nem tudsz még egyet lakni, de akármit, se lámpát, se semmit elvileg. De ez semmi gond, hát nem akarok semmit oda a falra rakni.
Decoration, gyerekek, decoration. Nya. Oké. Okay. Kész is lesz mindjárt. Jaj, hát nem hiszem el. Baza, én annyira, hogy bánom ezt a játékot. Tényleg, imádom. Annyira baró jó. Aztán jöhet a folyamatos jobb gomb upgrade-elés. Nézzük meg, mennyi XP-t fogunk kapni. Meg fog körülni szerintem. Velem együtt, hogy mennyi XP-be fog folyni. A keepernek. Hát a pöttyös labda sikerült elrúgni, ja. És ha felupgrade-eltük, nem tudom, ebben a részben sikerül-e, akkor nekiállunk egyből az elektromosságnak, mert itt azt ki akarom alakítani azt egyből. Jó, bassz, mennyire profi! Ezt nem tudom elvinni, hogy mennyire pro. Tehát, ja, nem is tudom elképzelni, hogy ezt én csináltam. Csak jó. Miért erre jövök? Amikor lehettem volna másfele is. Na, akkor izé kell nekem beton és fa és cobblestone millió darab. Még mindig készül? Elkészült. Jó, cobblestone van. Ami nem kellene, azt ki kellene rakni. A stone az valószínű nem kell, ez valószínű nem kell. Sima stone-ok. Úristen, mennyi sima stone-ok. Igen, és akkor kellene nekem beton, rengeteg beton. Ugye nekiállunk, nem szorozunk. Acél ne legyen nálam, az a lényeg, jó? Acél ne legyen. Nincs acél nálam, ugye? Nálam van az a upgrade-elő fegyverem? A szarban így van. Mondjuk jöhet ide is, akárhol is. Oké, okay. Okay, gyerekek. Hagyjuk neki. Kezdjük kint. Le kell festeni természetesen az egészet. Aha, te fiú. Hát a fiú... Miért akartam ott kimászni, bassza? Hülye vagy, Keeper? Na! Figyeljetek az XP-met majd! És azt érzem, ez csak... Ezeket a sheeteket csak egy ideje upgrade-eli. Egy darab alapanyagért. Azért az nem mindegy, a másik az a tízért. Ó, te mesebben, itt most le is dőltem egy kicsit, de várjál már, lejjebb. Mi volt ez? Volt nálam egy darab acél? Mi a franc? Van nálam 20 darab acél, a rohadt életbe. Franc essen bele ebbe az acélos dologba. Már most idegbeteg lettem. Miért volt nálam acél? Hogyan? Ennyi a francba acél, hallod? Te Isten. Ah! Rott acél. Kettő lement acélra, bazza. Ezt a szarkaját azt mondom, hogy megcsinálnám majd a telkét, a jó kajákat, de most annyira szeretném ezt meg készíteni, nem bírom ki. Ó, kettő darab acél lett, a rohadt életben. Jó, most már nem csinálja. Jó. Jó, azt hiszem egy darabot vitt el egyet-egyet, de meg amúgy is lefestem majd. Jó, ne kapkodjunk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ugye ezek nem sok XP-t adnak ennek az upgrade-lésre, majd meglátjátok a blokkokét. Beton bunker. Nagyon jó. Attól lesz a télapó. Nagyon boldog ember! Meg akarom csinálni a garázskaput. Meg fogjuk csinálni az elektromos garázskaput, hogyha itt végzek.
Oh yeah. Ugye le fogom festeni ezeket is ilyen betonra, mert ez nagyon bejön nekem. Hát ezt 10 éven ilyen baltával végigkoppogatni, és hogy falál meg. Most nézzétek az XP-t! Hoppa, hoppa! Rendesen ugrál az XP-csika. Látod? Most van a idő a szerszám közepénél, az XP-csik. És jó, mert ebben nem megy tönkre ez a fegyver. Vagy szerszám inkább. Egy dologtól félek, hogy a garázskapu működni fog-e, ha nem elok bele valamibe. Úgyhogy a garázskapu mögött még nem fogom bávogérelni egybe. Na, vagy ez a bázis szerintem elég jól eltalált lett. Elég cukker. Na, skacok, alakulunk. Alakulunk. Ebben tudjátok mi ebben a játékban tök jó? Szerintem az, hogy így a tényleg a saját erődből érsz el mindent. Mármint úgy, hogy belegondolsz, hogy legelején egy rohadt zombi meg tud tölni, vagy egy kutya. A legszarabb alapanyagokból próbáltál építkezni, most meg... Izé, ezer szám nyomóra beton bele az épületekbe, meg az acélt. Egy ilyen szerszámmal, ilyen marhagyorsan. 10 000 szám kapod a XP-t. Nézzük a betonunk, hogy fogy. Nagyon jó. Na, emiatt használom a foglopkot, a frame-et. Megint 10% XP-nél tartunk, körülbelül 2 perc alatt. Nyeri a beton biztos. Jézus. Kb. 5. XP-nél vagyunk, 25% körül. Jézus. Ma epikus. Kint megcsinálom.
Lehet, hogy elkezdem az elektromosságot, mert nagyon érdekel. Már újra kell festenem az egész bázisomat, mert kicsit el van hanyagolva, itt ott hiányos, meg ugye ezt is újra kéne festenem, ezt a részét. Az beton, és nem csak festék, ez full beton. Olyan jó. Gyakorlatilag majdnem, hogy fölösleges betonra megcsinálni. Mert ezt az oldalt például mi értelme van. De valahogy az az értelme, hogy ha már egyszer betonbázisunk, bunkerünk van, akkor legyen itt beton minden, nem? Ne csak úgy legyen kifestve. Mintha beton lenne. Azt a betyár oda néz, 76000 XP-t kaptam, de ma nézzük, hogy van betonügyileg, leginkább a beton érdekel. Ó, még millió, még van vagy 5000 darab, úgyhogy menjél neki. Be is fogom rakni mindjárt a ajtót, a garázs ajtót, hogy ez hogy működik. Na, nálam is van ám. A zombi biztos. Zombi biztos bázis. Nem hiszem egyébként, hogy nem lehet olyan bázis csinálni, ami mondjuk egy ilyen több századik napon támadó hordát is csinálni, kibír, mert olyan bázis csinálni, amely több századik napon támadó horda támadását is kibírja, ezt nem tudom elhinni. Na így van, csak ugye most egyelőre annyit tudok el csinálni, hogy föl tudom venni, mert ennek elektromosság kellene, gondolom, meg ide, meg kapu, meg hogy... És ezt hogy tudom forgatni? Aha. Ennek elektromosság gondolom, kellene, meg gondolom, switch. Jó. De ez egyelőre így marad. Hát én azon gondolkozok egyébként az elektromosságot, lehet, hogy neki kellene állnom inkább. Vegyük fel, és legalább a kapu mozgatását tudjam megoldani. Jó, akkor itt egy olyan megvan ennyire. Szóval egy gyakorlatilag mondjuk egy hibátlan a külse. Az az érdekes, hogy eddig itt el szoktam jönni, itt már sötét szokott lenni. És most egész világos. Most számít az, hogy én ezt itt elvettem, ezt a területet. Már emlékeztek, itt volt az a szar. És itt már ilyen fúj a szél, meg minden volt. Most meg... És meg nem. Azért, mert én itt építkeztem. Nem lehet az, nem? És tök napsütötte. Azon a része. Nem igazán értem. Na! Elektromosság, gyerekek, nem is tudom hol menjek, alul vagy fölül most már. Itt nem érdemes bevennem, vagy nem tudom, mert nagyon sokáig tart. Itt egyébként mi történt? Ja, itt izé, voltak problémák. Lehet, hogy ugye robbantások is azért betették a kaput itt a különböző izéknek, helyeknek. Itt is be vannak amortizálva. Szerintem a robbantás azért itt voltak gondok. Ja, amit akartam, akkor nézzük meg az elektronosnál, hogy nekem van-e valami. Az elektronosnál van generátorbankom, látod? És akkor ezt már elvileg a generátorbankot le tudnám rakni én. Hol a generátorbank? Oké, nézzük meg, hogy ez hogy működik. Aha, itt van. És akkor ugye ezt le tudod rakni, de akkor azt itt fel kellene upgrade-elni azokat a részeket, ahova én ezt fogom rakni, hogy legalább... Legalább ez itt legyen jó. Na, generátorbank. Generátorbankot nem is tudom hova kellene raknom. Ja, viszont fel fogom tudni venni, hogyha lesz vele valami. Rakjuk ide mondjuk. Oké, és akkor mit tudok csinálni vele?
tudom refoglalni, és be tudom kapcsolni. És itt van, hogy megszólítja 0 watt. Megvan, hogy mennyi gáz lehet, mert rakni be a refoglalt. Tudod nyomni? Rakjunk bele 1000 liter üzemanyagot. Power 0 watt. Mox output 0 watt. Kell bele motor. És ezért érdemes volt ezek szerint a motorokat elrakni, mert ugye több motort tudok belerakni. Láttátok? Mindjárt. Elektromosban van az? Motorok? Nem, az egyéb krakba raktam motorokat. Hoppá, van nekem. De lehet, hogy ugye, hogyha minél több motort rakok be, az nem is biztos, hogy jó. Lehet, hogy nagyobb lesz az üzemanyag felhasználása, úgyhogy várjál már. Nézzük, hogy mi van. Rakjunk bele mondjuk motort egyet. 50 watt, max output, ott van, 50 wattot tud. Jó, ez jó, és akkor turnon. És ugye elindult. Turn off. Lekapcsol. Nagyon szuper. Várjál, akkor igazából meg is tudnám csinálni a világítást, meg mindent itt, ugye? Hoho, várjál, akkor ezt le kellene idejönem. Szórnom, ezt vegyük föl. Le kéne szórnom. Le kéne szórnom, és meg kéne csinálnom a világítást ideben. De jó! Nem tudom, milyen világítótesseim vannak, azt hiszem csak lámpám. Mármint is ilyen kis égő. De ez is már nagy fun. Ó, de jó, imádom. Már most imádom, ez generátorban. És tök jó, hogy itt az alaksorban lesz berendezve nekem az én elektromos ellátórendszerem, nem? Közmű, itt a közmű hálózat itt lesz. Ja, kezd sötétedni, benyomok mindent. Jaj, nagyon jó, nagyon bírom, allod, elektromosság. És elvileg fel tudom menni ám, hogyha van közelebb a claim blokkom. Szóval ezzel nem lesz gond, de ezeket elvileg tudom pakolgatni, ha jól tudom. Ja. Mindjárt lesz ám izé, kivilágítjuk a bunkert. Lehet switchet is rakni, azt hiszem, hogy van egy csomó fajta elektromos dolga. Mármint van ilyen kapcsolóim, meg vannak mindenféle. Van ilyen trigger lapjom is, azt hiszem. Nem tudtam, hogy mire jó, és akkor ezt elraktam. Na most már akkor jó lett. És akkor ide kell egy szekrényt csinálnom, amiben az elektromos dolgok lesznek. Úgyis itt fogom használni, nem? Igen, ide kell jármű dolgok, kellenek szekrények, most jöttem rá. Jármű dolgok, elektromos dolgok. Na gyerekek. Ezt a belső teret ezt megcsinálom. Ennyi idő van. Már csak 6 perc. Jó ide utálni fogtok. Hogy abban lesz vagyom a videó, de... Még egy pici... Ezt az elektromosságot csináljuk meg, nem igaz? Gondoljátok? Hát ezt már be kellene fejezni. Én is azt gondolom egyébként. És nézd már, mindjárt megint egy szintet kapok. Az építkezésből szerintem legalább kaptam annyi szintet, mint a... Mint az ölésből, úgyhogy tök megéri. Ez az. Hát, nem kicsi az a helyiség, na. Mennyire teteje? Jó, mert a teteje az már full kész. Meg úgyis ott lesz az elektromos dolgok. Na várjátok, meg akarom csinálni. Megcsináljuk ezt a sort, és akkor megcsináljuk az elektromosságot. Kivilágítjuk. Karácsonyfa izzó sor lett. A garázs az nagyon nagy. Fel kell mennem ilyen nyomólapért, meg minden el. Ide lehetne izét csinálni. Ebben a folyosóban ágyukat végig. Sörétes, vagy SMG, vagy bármit, és hogyha itt támadnak, akkor azokat leszedné a... Hogyha véletlenül ide bejutnak.
Meg amúgy lehetne egy ugrójuk is valahol, mondjuk középen. És hogyha olyan van, hogy le kell gyorsan jutnom, akkor ide le tudok ugrani. Micsoda sok dolgot lehetne. Hát már nem lenne sok, tartana sok ideig. Várjátok, ezt már hadd upgrade-eljen fel betonra. Ezt akkor... Na viszont izé kellene. Majd igen, dobozok. Jó, hagyjuk egyelőre. Nézzük meg ezt az elektromosság dolgot, jó? Várjátok, itt vannak dolgok. Ez... mi ez? 44 ilyen. Valahol lépcsőt is láttam. Hogy én voltam a hülye? Összerakta azokat? Jó, várjunk, gondolkozzunk, gyerekek. Viszont figyeld, majdnem 6000 darab izé elfogyott. 6000-et csináltam, és már csak 1800 van, úgyhogy fogy bőven. Ja, elektromos dolgokat kellene megnézni. Akkor ma. És igen, a fegyverekhez azt hiszem, hogy raktam ilyen nyomólapokat, vagy nem is tudom, azok hol raktam? Én nem tudtam, mik azok, vagy eladtam azokat? Ilyen triggerelő lapok. Itt akkor azt lehet, hogy egyéb trafba. Ugyanis raktam, hülye voltam, eladtam szerintem azokat. Nem tudtam, hogy mire való. Ja, erre szükségünk van, ilyen túl az kell. És akkor elektronos dolgoknál van kapcsoló, majd jó. Van izé, relém. Van timer, látod itt az időzítő. Vannak ilyenek, blade trapjaim, pörgők. Van 6 lámpa, 6 lámpa, de aranyos, kicsi lámpáim vannak. Van kamerám, ó. Gyerekek, és meg kellene nézni, hogy hogy tudok craftolni lamp. Ez mi? Robotic headlight mode. Ez mit ad? Tök jó. Nem tudom mi ez, de jó. Volt ilyen industrial light. Onnan néz? Iron kell hozzá, meg elektromos alkatrész. Ez tök frankó néz ki. De jó. Na várjátok, hogy kell ezeket összekötni? Nézzük. Elvileg... ezzel tudok izé húzni kábeleket. Ma megint izé van sötét, de nem sokáig. Várja, hol legyen a lámpa? Nézzük, mekkora fénye van. Mondjuk lehetne itt egy... kíváncsi vagyok, milyen fénye van, és ez hogy kell? Várja. Jobb gombbal behúzod. Be 5 watt, 5 watt, figyeled? 5 watt, és akkor bekapcsolom. Nem mondod, öcsém, ez nagyon jó. Csak ugye el kell húzni a vezetéket, hogy jobban nézzen ki. Nem mondod, hogy ilyen király dolgok van, 5 wattos az izé, a lámpa. Hallod, nagyon jó, 5 darabon van. Kellene egy ide középre. És akkor ezeket össze tudod kötözgetni, így. Nem tudom áthúzni abból. De hát tudom. 5 watt. Hallod azért az oda bassz. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. És ugye tudnál ezt switchre rakni. És ne alig aztán ez a anyagot egyébként. Hát ez nagyon jó. Itt akkor 5 darab lámpát be tudok illeszteni. És akkor végig tudnám világítani ezt az egészet, meg sőt még... várjál már. Ezt az industrial light-ot kellene készítenem. Az ilyen fali? Tudom, azt plafonra is? És várja, ez ennek milyen neve? Kicsit kell néznem, gyerekek. Mi neve? Basic light bulb. Bulb. Light-ot beütjük, megnézzük, hogy akkor mit ad. Spotlight is van, figyeld! Headlight kell hozzá, electric parts, duct tape, iron. Viszont én akkor lantern, tök jó. Igen, és most jött le az egy óra elvileg, de nem baj, ez még, fú, ezt nagyon kell. Forget iron kell hozzá, és az industriához, ahhoz 5, aha, akkor basic light. Ez kellene egyelőre, nem? Vagy az industrial light.
Ezt tudom, ezt lehet, hogy nem tudom, ezt csak mennyi, nem tudom mennyi az ötre, hanem falra. Ugye? Mondjuk ebből kellene egy négyet csinálnom. Ebből meg még egy kettőt. Nem, abból egy négyet csinálunk. Elektromos alkatrész, hozzad már. Hol az elektromos alkatrész? Ja, nem elektromos alkatrész kell, hanem vas. Nem, mondom vas. Ebből kellene egy négyet, és akkor az egész garázs be lenne világítva. Ilyenben. Tudni, 9-et. De négyet csinálunk. Kell majd izé. Ezt mennyi időt csinál? 1,52. Jó, akkor végigvezetem viszont az áramot. Itt a mennyezeten. Viszont akkor ezt fel kell upgrade-elnem középen. Középső sor. És megcsinálom a világítást végig. Jó. És rakunk switchet is. Rakok switchet is. Garázskapu nem tudom, hogy működik. Azt már rá kell jönni. Gondolkodok. Imádom ezt a játékot. Ez az elektromosság is annyira kellett, mint a falat kenyer komolyan. Na, úgyhogy a fákja megy a levesbe. Miért nem engedi fölvenni amúgy? Ja, mert fullonban vagyunk? Urekár. Na várjál, akkor azon gondolkoztam, ilyen égő kellett volna, mondjuk ide, és akkor pont oda kellett volna, várj, mindjárt leütöm a frontballot. Már jó oldalott a gond. Ide is egy égő, és közt még be kellene kötni. Viszont akkor még kettő égőm van. Még kellene csinálnom égőt. Nem, mondjuk leveszem onnan föntről az égőt. Innen. Meg onnan is. És akkor ez csak a folyosón lesz. Várj, switch off, switch on. Jött, de magán az égőn is tudom idejönni. Szerintem ki kell kötnem ahhoz. Ahhoz ki kell kötnem, hogy... Le tudjam venni? Hogy tudom levenni? Ó, nem tudom levenni, mert nincs ilyen szar, ilyen clean blokkom. Ó, faszom. Not clean block. Stone. Nincs oda egy büdös stone se. Nem tudom levenni. Csak akkor tudom, hogyha lent clean blokkom van. Ne kell raknom egyet. Basszus. Rott életbe. Valamit ki kéne raknom. Mit rakjak ki? Igazából minden kéne most. Fa. Jó van, gyerekek, egyéb craft. Ez az ajtó, meg ez az ajtó, menjen a francba. Jó, mit akartam? Land clean blokkot és pont stone nem volt nálam. Kettőt le tudok rakni, és akkor használódni fog az? Nem tudod fölvenni különben, de most jöttem rá erre. Ó, a izéket nézzük meg. Készen vannak-e a lámpák, az industriál fali lámpáim? Ó, yes, 4 darab fali lámpa, hát ez nagyon szép. Jó, amíg vagyunk, szomjasak vagyunk, már megint kávét iszik a keeper. Mindenképpen utána össze kell szednem egy magam kaja ügyileg, meg minden, hogy most annyira rá vagyunk függve. Na, itt vannak az industriális lámpáim. Ami azt jelenti, hogy ilyen minek elég. És ezt tényleg nem tudom plafonra. De tudtam volna plafonra, hülye vagy. Tök jó. Lehet, hogy ennek nagyobb fénye van. Hát ki kell próbálnom, hogy mekkora fénye van. Nem elcsesztik a pásból. Ja, kipróbáljuk, hogy mekkora fénye van. Nem is tudom, hogyan, hova rakjam. Rakunk egyet ide. Ja, a claim blokkal majd. Jobb gombbal húzod a vezetéket. Okay. Ez 7 wattos, aha. Aha, ennek azért van fénye, nem? Ez azért nem rossz.
És ugye a vezetékeket valahogy el kell rájtani, hogy valami értelmesen nézzen ki. Az egész bar szerintem semmit nem zavar. Jó, nézzük meg a claim block megkészült-e. Hol vagy? Ott van. A csém, baza, semmi helyed nincsen. Inventory is full, hát megőrülsz. És nem tudsz semmit kidobni, ez meg a legjobb. Ez mi? Jó, és akkor most elvileg föl tudod venni, jó? Switch, open-elni tudod, jó? És akkor ezeket is föl tudom venni, ezt föl tudom venni? Föl tudom venni, tök jó! Jó! Oké. Okay. Rendben. Azon gondolkozok, hogy hogy lehetne ezt megoldani, ezt is föl tudom venni, ugye? Tök jó. Jó! A generátornak nem a legjobb helye van. Szóval jó lett volna valahogy máshogy. Mondjuk, hogy még a generátort is fel tudom menni. Ezt át kell gondolni. Van! Hány darab? Három darab ilyen lámpám van. És ez 7 wattos. És van egy darab olyanom. Kettőt leraktam, még van három. Nem volt-e nekem több? Komolyan. Csak három. Itt volt összesen. Nem emlékszek. Ja, itt van kettő. Lehetne mondjuk akkor ide. Ide. És mondjuk lehetne ide. És a időt is el kellene rendezni ezeket. Négy darabon van. Ide kellene minimum szerintem egy kettő. Ide. Meg ide. És akkor úgy kellene bekötni, elvileg van ilyen izé relém, amelyik így továbbítja. Hol van a relé? Itt van a relé. Itt van, és akkor ezt föl tudom pattintani, és akkor ezzel arra... Aha, ott van föl az ég, itt van, elfelejtettem, itt van. Ezt még föl kell vennem. Ja, jó, oké, akkor izé van, több, volt még egy. Oké. És akkor a relét felraknám ide, és áthúznám arra az áramot. Úgy húznám el az áramot, hogy így. Így. Reli. Egy wattot megeszik, mert továbbítom. De várjál, most ez... Ide legyen-e? Az meg... Nem annyira... Nem tudom sorba köpni, miért nem? Ezt összekötném azzal. És ugye csak úgy tudom, hogy a relével tudom elosztani, vagy mi? Aha, ezt így tudom megoldani csak. Ez nem a legbarátibb. Elég elbaszottul néz ki, nem? És akkor a reléről én tudok húzni akármennyit? Most itt ezt el tudom húzni. Ide. Ez mondjuk jó, ezt tetszik. Be kell iktatnom még egy ilyen. Hogy van? Hol van, hol van az égő? Így. Ezt az égőt még ide be akartam rakni, mert itt elég nagy távolság van. Ide. És ezt el tudom húzni még. Tovább. Nem? Miért nem? Nagyon messze van? Úgy írja már, hogy messze van. Aha. Itt eddig lehet. Ha ezt fel tudom venni, innen. Aha. És akkor addig raktám, oda raktám, ahol jó lenne neki. Próbáljuk itt. Gyere. Eddig van messze? Itt már messze van, de itt még nem, ugye? Ó, már mindjárt jön. Ó, de nézzél, hogy milyen világosság lett, tesó.
Ezt akkor bekötjük. Nem tudom, hány wattot teszünk ma. Ha, ez messze van? Idáig át kellene hoznom. Nem hiszem, ide is kell egy land claim blokk. Hogy mi, ilyenkor megszűnik az előző? Menjen a francba. Ilyenkor van, ezt nem tudom fölvenni egyáltalán. Aktív, show. Jó, remove voltam, nem? Nem is kell még egy csinálni. Megvan ilyenkor a másik? Ne szórakozzál, hogy izé, megsemmisült. Ez az elektromossága van baj. Jó, semmi gond, semmi gond. Nagyon messze vannak egymástól a lámpecskók. Vissza kell szedni az összeset, azt úgy kell lerakni, mert különben megbolondulsz. Na, land claim blokkot készíts, de gyorsan. Gyorsan, gyorsan. A motort egyébként kirakhatom, nem? Hát hiszen mit izé? Azért van a garázs, hogy elférjünk. Ide letámasztott a képet, de jól néz ki. Van motor, van garázs, nagyon jó minden. Igen, akkor rakjunk le ide land claim blokkot addig, és úgy, hogy minél többet talán elér. Hol vagy? Ide lerakom azt, majd remove-olom, vagy valami csak. Ezt tudjam fölvenni ezt a szart, de hát ez tök gáz, hogy saját cuccaimat nem tudom fölvenni, hát single-be játszom, vagy nem tudom, nem. Mi a szorja nem engedi, na. Meg kell nézni, meddig tudom elhúzni. Mikor tilt le? Itt még nem tiltana le. Jó. Valószínűleg kell bele még motort raknom majd, hogyha kevés lesz a... De fasz, ez annyira beteg jól néz ki. Komolyan mondom, itt... Le a kalappal már tényleg a készítőket, hogy ennyire figyelnek minden részletre, és ez megint pont... Ennyi, ide. Négy blokkal vissza. És akkor a kintieket is ugye meg kellene csinálni, és valahogy lehet ugye őket switchelni egyesével, szóval nem ez vele van, ezt átraktuk ide. Ide. Veleték, és ezt milyen jól megcsináltak ezt is? Egy húzkodó veletéket, oda nézzétek, jó, mekkora király. Mekkora király, nem? És akkor lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy ezt nem tudom, ezt fel tudom venni. Ezt pont fel tudom venni. Nem tudom, hogy hogy kellene megoldani. Egyet kellene csinálnom, és akkor még egyet raknék belőle, és a következő kettőt azt meg lehúznám ide. De ide meg kellene majd relét raknom, ugye? Ez is eszi az áramot. Na várja. Akkor a következőt... Hát ez... Hát, Feri, remélem nézed ezt a részt, mert nem is tudom, hogy mit tudok erre mondani, na. Jó, ide valahova fölcsöttje a keeper. Ide. Bekötyi. De elektronyosság van a játékban. Na, kell csinálnom egy ilyet. Mondjuk rakhatnék kettő ilyet is, nem? Kívülre. Mert ez pont fali. És ez azért adná. Figyeld el. Hallod? De viszont akkor kell raknom relét? Valahova? Kell elosztót raknom? Várj, megpróbálom. Ez így hogy megy, hogy... Akkor most ide rakok, és akkor ide bekötöm. Ez eddig oké, okay, ugye? Engedi. Ide rakom, ide bekötő, de tök jó. De mi? Lehet, hogy elfogyott a ideje. 0 watt, nincs neki watt teljesítmény. Akkor itt miért kellett nekem ilyen izei relével szarakodnom? Ezt nem értem. Sorba miért? Ja, úgy lehet, hogy relé, úgy nem ment át róla. Ha, de kell beleraknom még egy motort szerintem.
Ajá. Összesen evett 6 darab üzemanyagot, ugye elmondom nektek. 54 watt, most már azért jobb. Azt a betyárta. Ez több, mint durva egyébként. Komolyan mondom, ez a játék, ez nagyon játékos. Elektromosság, és valahogy sokkal... valahogy sokkal időbbnek ér. Sokkal... Nem is tudom, hogy mondjam, minek érzem a játékot ettől. Na és akkor ezt hogy kell bekötni? Azt mondja meg valaki. Jézus, fordítva van berangva, bazza. Hol van a landkirályi bokka? Ilyenkor mindig meg kell csinálni. Ezt egy kicsit fordítva sikerült beraknom. De... ezt mitől kapcsolódik ezután? Az a baj, hogy ez szerintem ez kapcsolóra kéne rakni, gyerekek. Ezt kapcsolóra kéne rakni. Ugye? De az a baj, hogy hogy fogom kapcsolóra rakni? Hát mind a két oldalra rakjak kapcsolót, vagy hogy legyen? Vágod. Most ide rakom kapcsolóra. Igen, landcrane blokkot kell megint csinálnom, mindig le kell raknom egyet. Egy kicsit érdekes, nem tudom, de hát jó van. Na. Ugye így föl tudom venni. Forrira vettem be, az oké, az tiszta sor. Tiszta sor. Kamera van, ez is nagyon érdekel. És ez megint sikerült tüzére rakna? Fordítva. Nem, most jól lett a velképer. Jó, viszont akkor egy kicsit megváltoztatjuk a felállást. Ezt a, azt a kávert lecsipjük. Innen hozunk áramot neki. Így, és akkor a kapcsolótról viszünk áramot ennek. Sőt, a kapcsolót nem erre az oldalra kellett volna raknom, ugye? Mert ott, kéri, ott kapja az áramot. De előről hogy fogom kinyitni? Hm? Arra még nem jöttem rá. De mindegy, rakjunk ide egy kapcsolót. És akkor az erről a lámpáról fog kapni áramot. Ez a kapcsoló. És erről a lámpáról, vagy kapcsolóról kap ez. Így. Ez így jó. De ezt a kapcsolót nem fogom elérni belülről, ugye? Nem tudok még egy kapcsolót rakni és így megoldani? De ide még nem tudok kapcsolót rakni. Ez érdekes lesz. Ez érdekes. Ezt a kapcsolót, ezt... Nem tudom, hogy fogom meg. Nem, tényleg nem értem. Ezt nem tudom, hogy oldom meg. Ezt a garázskapu kapcsolót. Figyelj, megnyomom aztán. Be se tudok menni, akkor már, ha? Ja, de most meg már nem tudok kijönni. Dick. A hülye gyerek. Ja, úgyhogy ez érdekes. Na, egyelőre akkor ez jó, ki van világítva. A vezetékek elhúzásával lehet bajlódni. Azért érdemes, ha jól látom. Megint kell egy landclaim blokk. Meg kellene frame. Egyre a frame. Azért érdemes lenne mennyezetre pakolni egyébként a lámpákat, mert akkor nem lenne ilyen probléma. Nem lenne ilyen csúfos. Szerintem. Na, 5 másodperc. Ezt megcsinálom, itt még ezt kivilágítjuk ezt a részt. Nem tudom azzal mi legyen. De egyébként szerintem, ha leveszem az áramot, akkor meg lehet, hogy kinyílik az ajtó? Nem. Nem. Érdekes, ezt ki kell tapasztalni. Landclaim blokk megvan. Fablokk megvan. Volt már egy fablokk, nem is tettem észre. Oké. Okay. Itt is átvariáljuk a dolgokat, pillanat. Oké. Okay.
És annyi. Akkor ezeket visszaszedem. Ez például baróra nem kell. Úgy. Ez se kell. Nem oda, nem oda kell. Valahogy úgy kell elhúzni, hogy értelmesen néznek ki a dolgok. Nagyon nem tetszik, hogy így néznek ki. Lehet, hogy maga a generátor nem jó helyen van. Lehetett volna a generátor fönt a pad mennyezeten, nem? Lehet volna jobb. És most elment az egész a kecóból áram. Az egész, a generátort föl kéne raknom. Teljesen fölülre, nem? Az nem hülyeség lenne, hogy a generátor föl van? Hol a generátor? És fölülre raknám a generátort. És összefolyik benne az olaj. Gondoljátok mi? Hülye gyerek. Figyelj, miért ez? És mi a baj ezzel, érted? Mi volt benne? Kettő motor, meg refugál kellene. Oké, okay. És akkor viszont most egy kicsit jobb megoldás lenne. Jobban néz neki az egész, én úgy érzem. Kettő ilyet lerakni valahova. Mondjuk ide. Mondjuk ide. És már is. Nem akarom azt. Minden. Oké, okay, és innen még. Ugye. Így. Na, így már jobb, nem? No? Úgy érzem, hogy na, így egy kicsit kellemesebb. Na, akkor király lett. Ugye? És ki van világítva az egész kecó. Nem vagyok benne biztos, hogy hogy fogom ezt megoldani. Azt a kijáratot. Nem tudok craftolni ilyen tigger, akármi csodát. És akkor azt bekötni még az ajtóra, és kifele megyek, akkor kinyillana? Meg igazából akkor a switchet is ki tudnám váltani. Van valami trigger, akármi csoda. Itt van a trigger plate. Meg is van minden hozzá. Csináljunk egy kettő darabot. Csináljunk egy trigger plate-et, azt meg fogjuk látni akkor. Itt izé ketyereg alattam a generátor lóra. Szóval ez nagyon epik. Na, hosszan nyomom, akkor ugye ki is tudom kapcsolni. És akkor áram alatt nem lesz semmi. Tök frankó. Akkor is gondolom eszi az üzemanyagot, amikor csak simán ketyeg és nincs rajta cucc, nincs rajta cucc. Ezt nem tudom. Ja, a trigger plate-tel gondolkoztam, hogy meg kellene csinálni. Vagy még egy switch-el. Nem tudom, tényleg most nem tudom azt, hogy tudom ezt megoldani. Vagy még belül egy switch-el. Lehet, hogy inkább belül egy switch. Kívülről kinyitom. És akkor megnézzük, hogy ez hogy fog működni. Lehet, hogy nem plétezünk egyelőre. Hol van az izé? Az upgrade először számom? Ezt felupgrade-om ezt. Ide raknék egy switchet még mondjuk. Nem tudok rakni switchet! Ez... Ó, azzal ki kellett volna verni. Várjál, akkor ezt kiveszem innen, és akkor ide rakunk egy normál blokkot. Csak előtte kiverem. Ú, ne haragudjatok gyerekek, hogy az eddig elhúzódik. Csak én sem akarok kiesni az egész ritmusból. Na, meg van egyébként biztonsági kamera, és arra is kíváncsi lennék. Hát persze, hogy nem azt kell hallod. De normál blokkot kell raknom, és akkor nem lesz ilyen gond, tudod. Akkor tudsz rá rakni. Úgy, és akkor tudunk rá rakni switchet. És akkor ezt még nem tudom rákötni az ajtóra, vagy bárhogy. Ajá. Ez barom még nem jó. Ez most nagyon elbasztam.
De most mit műveltem, gyerekek? Ó, levettem az áramot innen. Idáig. Ó, már megint bezártam ezt a szart. Várjál már, hogy tudom kinyitani? Kössünk rá direkt be áramot. Oké. Okay. Jó, most kötöttem rá direkt be áramot. Akkor... az a szitu, hogy... hú, gondoljuk el, már ezt le kéne választani. Jó. A kettő switchet kössöm össze, vagy mi a szart csinálja a gyerekek? Nem tudom, nem bírok rá. Várjál, most le kéne választanom ezt. És most ezt bekötni erre. Jó. Jó, megoldod a gyerekek. Megoldod, kívülről belőle tudom nyitni. Tök jó. Egyébként ennek mennyi a durability-e, arra kíváncsi lettem volna. Oda vágok neki egyet. 14 000, nem tudom upgrade-elni. A céllal talán lehetne. Jó. Kívülről belülről lehet nyitni, tök jó. Szuper. Működik a dolog. Felismertem a Lantern blokkot, most már nem fog orjálni. Ezt fölfele még a kábelt el fogom húzni, és ugye fönt is kivilágítok mindent. Az a trigger dolog, ezt nem tudom, hogy ez hogy működik. De... szuper. Ez egyébként ez baró jó lett. Az elektromosság tetszik. Csak egyébként ez a nyomólapos megoldás is jó lenne. Ja, meg van két kamerám, amit baróra kipróbálnék. Nem tudom, ez mire jó. Szóval, hogy tudok ezzel, vagy bármit, mit tudok ezzel csinálni a kamerával? Olvassuk el, nem? Valamit. Hit points. Mi a száz? Vertical support. Ez lehet izélni, ezt gyakorlatilag triggerelhetsz vele valamit. Tehát érzékel, hogyha jövök például, és kinyitja az ajtót. Vagy lehet, hogy izélyt kapcsol be. Most tudom, gondolkozok. Lehet, hogy csapdákat vagy ilyeneket tudok bekapcsolni vele. És akkor itt mit tudok most? Triggered. Egy szekund. Szekund. Késleltetés. Hogy kire triggerelődjön. Hogy targetre, magára és barátokra. És milyen hosszan? Kétszög, háromszög, négyszög. Ötszög, hatszög. Aha, ez jó. Viszont ez jó, mert akkor elvileg, hogyha ezt én használnám, akkor lehet, hogy nem kellene kapcsolóznom, hanem szépen, simán be tudok jönni akármikor. Úgyhogy a kapcsoló helyett... lehetne... ennek adni áramot. És innen... ennek adni áramot, várjunk. Aha, bejöttem izébe, 5 másodperc, vagy 6-7. Ez nagyon jó, gyerekek. Hogy tudsz izélni. Ez a jó, a switch helyett nagyon jó használható. Ó, de jó, várja. Megint kell... land claim block, és akkor... várja, kívülről, vagy belülről nem kell. Várja, de a switchem most ki van kapcsolva. A switchem ki van kapcsolva. De miért van kikapcsolva? Switchünk ki van kapcsolva, gyerekek. Land claim block készül? Aha, belülre is kellene kamera. És akkor elvileg úgy működik, hogy kifele, vagy kívülről jövök, engem megismer, kinyitja az ajtót, bejövök, és akkor
belül, mit tudom, x másodpercig nyitva tartja, és utána meg bezárja, ugye? Ez valahogy így működik. Van még egy kamerám, úgyhogy ezt meg tudom csinálni másik oldalt is, tök jó. Csak egy kicsit sokáig tart most kijutnom. Hopp, megjöttem. Megjöttem. Ez mi? Ilyenkor most miért nem? Kamerakép ott van, instant. Azt lehet, hogy nyilván. Miért nem veszel észre vagy, vagy valami? Ja, most nincs beködve, várja ide, szerintem erre. Vegy észre, ugye? Jó, 1, vagy 3, 4, 5 kb, ugye? Ugye le fogok, igen, mindjárt be fogja tenni az ajtót, jó. Semmi gond, ezt még föl kell vigyeztem. Ezt mennyire tudom elforgatni? Nem tudom, az a baj, hogy nem tudom máshogy rakni. Jobban nézel, hogy van, aki más vagy. Ezt is be tudnám kötni, az lenne jó, ugye? Ezt viszont meg fel kellene venni. Most ez be van kötve oda. Kéne neki áram is. Ó, te fiú. Ez nem szereti. Oké, jó, működik. Nem, ezt csak egy másodpercig van válidva. Nem jó. Instant, legyen 5 másodperc is. Oké, na nézzük. Na jó. Mi a francért enged le egyből? Miért enged le egybe? Szülye, miért enged le egybe? Nem kellene neki? Te hülye, miért engedsz le egybe? Na és ez? Nem nagyon értem ezeket a kamerákat, gyerekek. És meg ez nincs összekötve. Az ajtóval csak egy kamera lehet összekötve? Mi a szar van? Jó, ez ugye kinyílik. 5 másodperc múlva szépen bezárulik. Jó. De viszont ez a kamera most már nincs. Nem, az ajtóval csak egy büdös kamera lehet összekötve, vagy mi? És ez a kamera, ez az áram alatt van, de semmi más nem csinál. Ó, te fiú, komolyan mondom, vadulok meg ettől. Nem tetszik ez nekem, ez az egész van. Na. Ez kap áramot, oké, okay, jó. De, hiába kötöm be, ide, akkor a másik kamera ki lesz ködve? Egy, kettő. Ja, hát ez nem a legjobb megoldás nekem. Valahogy nem stimmel. Vagy pedig az, hogy nem tudom. Ez jól működik a külső.
ez tök frankó. A belső az egyáltalán nem akar jól működni, nem értem. Options, igen. Ez mi az, hogy triggered? Powered duration, itt van. És a delay-je, a delay nem kell, hanem az instant. Ja, hülye voltam. Várja. Igen, de hiába kötöm be ezt is, akkor már nem fogadja el mind a kettőt. Egy kevés a motor. Nézzük már meg. Na, de ezt tök jó erre raktam, azt egyébként tetszik. Na, mi van? 63 volt. Hát de itt még bőven lenne, ugye? Nem várom. Ezt a kamerát miért nem engedi ezt is rákötni, ha? Miért nem engedi rákötni? Itt van, rákötöm, öcsém, figyelj. Jó, rákötötte. Most nincs nem nyit, 5 másodpercig hagyja. Tök jó, ugye? Megcsinálta. Nagyon frankó, működik. Lehet, hogy a két kamerát kellene összekötni árammal? Majd ezt válszuk le áramról. Most megint hogy nyitom ki ezt az orvos ajtót, mi? A két kamerát kellene összekötni árammal, és akkor valamennyire összehoznánk, vagy nem tudom. Most megint mehetek körbe. Akkor nem mehetek körbe, ha annyit csinálok, hogy ezt ide bekötöm, így. És adok neki kakaót innen. Így, és akkor ki fog nyílni. De ugye akkor ezt... Oké. Jó. Erről az a... Na, kamera. Ajtó. Megvan. Nyílik. Kamera. Kamera. Na most elvég összekötöttem a kamerákat is. És akkor kamera. Ajtó. Csak ez a kamera megint nincs bekötve. De, be van. Most be van minden. Ó! Oh! Megoldódott. Elvileg, várjál. Be kellene hosszabb időt állítani neki. Időt. Power duration az mennyi legyen? 10-ek, jó? És akkor a másik. Ugye akkor most 10-ekig nyitva van. Meg. Power duration itt is 10-ek. Oké? Okay. Meglát. 10-ig nyitva van. Várja, itt ezt leveszem azt a switch-et, mert ennek nincs szükség. Ja, nyílja. Ez a switch-re nincs szükség, leveszem. Okay. Ezt fölvettem, nem nincs szükség rá. És akkor elvileg be tudom állítani, hogy csak azon embernél bekapcsoljon. Pont 2 kamerám volt. És jövök motorral. Azt a fiú, hallod? Ezért az oda basz. Jövök vissza. Nagyon jó, gyerekek. Na jó van. Szerintem elbúcsúzom, mert ez már bőven elég is volt ez a rész. Böszme jó, imádom. Tök jó. Nagyon, itt ki lehet megint össze lehet hozni mindenféle jó dolgot. Na köszi szépen a figyelmet, csácsomi csőtésztel.